Büntető ügyet tárgyal a Nyíregyházi Törvényszék bírói tanácsa. Az elmúlt évben 82.137 peres és nem peres ügyet fejezett be a törvényszékből, a járásbíróságokból, illetve a közigazgatási és munkaügyi bíróságból álló megyei bírósági szervezet. Csaknem 13.000 ügy maradt tavaly folyamatban, ezeket még nem fejezték be a bíróságok, amelyek 2016-ban összesen több mint 7.900 napot tárgyaltak. Ezek az adatok is benne voltak abban a beszámolóban, amelyet megismerhettek a büntetés végrehajtás, a rendőrség, a NAV, valamint a városi és megyei hatóságok vezetői az évértékelő megbeszélésen. A hagyományos összbírói értekezlet alkalmából megtartott eseményen elhangzott, a törvényszéknek jó a munkakapcsolata valamennyi társszervel. Immár hagyomány, hogy az évértékelő összbírói értekezletet követően meghívjuk a társszervek, a város, illetőleg a megye vezetőit egy tájékoztatóra, illetőleg beszélgetésre azzal kapcsolatosan, hogy hogyan látják a bíróság működését, mit szeretnénk közölni magunkról, általánosságban ügyforgalmi adatokat, mi az, ami az együttműködésben pozitív, mi az, amin lehet esetleg változtatni. A szakmai kapcsolatunk kiváló a társszervekkel, így az ügyészséggel, a BV intézetekkel, a NAV-val, de mondhatom azt, hogy a kormányhivatallal, illetőleg a polgármesteri hivatallal, vagy a megyei közgyűléssel is. A törvényszék tavalyi ügyhátraléka csökkent, vagyis ez azt jelenti, hogy az ügyfelek hamarabb kapnak ítéleteket és döntéseket. A megalapozottságot tekintve pedig minimális azon ügyek száma, amelyek egy hatályon kívül helyezés folytán ismét az elsőfokú bíróságon folytatódnak. Az ítélkezési munkában az egyik legfontosabb szerepet betöltő ügyészséggel a törvényszék szoros munkakapcsolatban van. Minden büntető tárgyaláson az ügyésznek részt kell vennie, de a kétszer független egymástól, a bíróságnak más a feladata, az ítélkezés és azt az ügyész csak az indítványok, esetleg a fellebbezések útján tudja befolyásolni. Más kérdés, hogy a bíróság ügyészség vezetői között a szervezeti igazgatási kapcsolat is elég szoros, részben azért is, mert vannak olyan szervezeti egységeink Kisvárdán, Vásárosra, mindben, amelyek így épületben vannak. Az évértékelő megbeszélésen szó esett a bíróság létszámhelyzete mellett az infrastruktúrális fejlesztésekről is. A Nyíregyházi Törvényszék felújításra és beruházásra saját forrásból több mint 257 millió forintot fordított 2016-ban.